Ez az estélyi ruha egy tavalyi pályázatra készült, ahol a divattervezőknek a szőlő és a bor témájában kellett elkészíteni a ruhakölteményeket. A Szuromi Katalin által megálmodott ruha bekerült az úgynevezett Bikavér kollekcióba, a fiatal divattervezőt pedig beválasztották a legjobb 13 divattervező közé. Katalint még 10 évesként ragadta magával a divat és a tervezés világa, ez a hobbi pedig egyre nagyobb sikereket hoz számára. Ez már egészen 10 éves koromig visszavezethető ez a folyamat, ugyanis annak idején, mikor otthon találtam egy-két olyan textildarabot, ami másnak mondjuk lehet, hogy nem jelentett volna semmit, én mindenképpen össze akartam őket varni, vagy valahogy összepázítani, hogy jó legyen. És innen indult tulajdonképpen, aztán szép folyamatosan elindult, hogy rajzolgatni kezdtem ruhadarabokat hozzá, aztán embereket is rajzolgatni kezdtem, és tulajdonképpen így jutottam el addig, hogy mi lenne, hogyha én ruhatervezéssel foglalkoznék, ha csak hobbi szinten is, de elkezdtem. Tulajdonképpen az, hogy én hobbi szinten foglalkozok vele, előrevetíti azt, hogy később nem csak hobbi szinten szeretnék, ehhez nagyon sok munka szükséges, de rajta vagyok. Így néz ki a kevesek által ismert nagykállói minta. Mint ahogy ezen a félkész darabon is látszik, a minta nagykállú címerének két alapszínéből, a pirosból és a kékből áll. Emellett zöld, úgynevezett kacskaringón futnak a kék-pirosra hímzett virágok. Katalin évekkel ezelőtt bukkant rá a Szilágyi István emlékházban a motívumra, amely megtetszett neki, most pedig úgy döntött. Ezzel a mintával díszíti azt a teljes egészében kézzel készített topot, amelyet a Forma 1-es Williams csapat egyik pilótájának, Pásztor Maldonado magyar származású barátnőjének ajándékoz. Gondolkodtam már rajta korábban, hogy én nem több ruhadarabomra ráaplikálom ezt a mintát. Az ötlet, hogy ezt tovább is adjuk valakinek, onnan jött, hogy a párom, aki akkreditált Forma 1-es újságíróként járja a versenyeket, összeismerkedett, és tulajdonképpen baráti kapcsolatot is ápol Pásztor Maldonado egyik Forma 1-es versenyzővel, akinek a barátnője, Gabriella Tárkányi, magyar származású, illetve hát a nagypapája az, aki emigrált hazánkból, és tulajdonképpen ennek ötletéből adódott, hogy hát mi lenne, hogyha megajándékoznánk őt valami magyarossal, és hát miért ne egy nagykállói mintás felsővel tegyük azt. Az illető hölgy milyen fogadtatásban részesítette ezt a felsőt? A hölgy nagyon örült neki, a párom adta oda, ugye én arra a helyre nem mehetek, ahol ők voltak. A pedok részről van szó, a Wungaroringen. És tulajdonképpen ő adta oda neki, de van néhány újság megjelenés, amiből látszódott az arcán, hogy igazából örült neki, és valóban azt mondta, hogy tényleg tetszett neki. Katalin továbbá arról is beszélt. A divattervezés egyelőre még csak hobbi szinten van jelen az életében, de azért dolgozik, hogy a későbbiekben ez a hivatása is lehessen. Számára a tervezés kikapcsolódás, így valószínűleg még sok darabbal fogja megörvendeztetni a nagy közönséget.